Ami megváltunk, ami közben járunk. Halleluja! Ebben az Úrban érdemes bízni, mert ő már bizonyított. Bizonyított a mi életünkbe. Amen! Kinek az életébe bizonyított már a názareti Jézus Krisztus? Halleluja! Halleluja! Körbenéztek mindannyiunknak az életébe. Megpecsételt bennünket. Halleluja! És eljön értünk. Feltámadt názareti Jézus Krisztus, hogy vele legyünk örökké. Még egy nagyszerű dallal fogunk tovább menni a funky dicséretekben. Bíz az Úrban! Aki megerősít, oh, 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 o
megakadnak, betátorodnak a legkülönbek is. És meglakadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Elfáradnak a vélek, rólok is szól ez az élet, megtántorodnak a legkülönbek is. Rakjuk az Úrban bízom, lejjünk meg úgy jól, szállj a terve. Mint a sas kezdő, futnak és nem lakadnak, járnak és nem fáradnak el. Oh,
Tiéd a dicsőség,
Emeljük fel a szívünket, emeljük fel a hangunkat Jézushoz, kiáltsunk ő hozzá, ő hatalmas, ő az uraknak ura, a királyok királya. Kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Kicsoda az embernek a fia, hogy gondod van rá. Uram, mi por vagyunk, semmi. Mert mint a fű, amely egy nap virágzik, másnapra elhervad, olyan a mi életünk. De ez a hatalmas Isten, az örökké való, a királyok királya és az uraknak ura, lenyúlt értünk. Ránk tekint, és köszönjük, hogy te, hatalmas Isten, velünk vagy. Köszönjük, hogy velünk vagy a mi gondjainkban, nehézségeinkben, a bajainkban, a problémáinkban. Velünk vagy, és el nem hagysz bennünket. Amen. Hálásak vagyunk, Uram, kegyelmedért, amelyet fölemeltél, megemlékeztél rólunk a te fiadban, a názareti Jézusban, hogy bennünket is feltámasz, és ültes az Atya jobbjára, ahol már ott van elkészítve a mi helyünk, és ott ülünk a trónon. És köszönjük, hogy a következendő időkben a te kegyelmed felséges gazdagságát meg fogod mutatni a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked ezért, Istenünk, és magasztalunk teljes szívünkkel, teljes lényünkkel, teljes erőnkkel, mindenünkkel, egyedül téged magasztalunk. Legyen tiéd minden dicsőség a Jézus nevében. Amen. Amen. Minden dicsőség Jézusé. Egész tényen vágyunk rád.
Forrásnál,
a fények feldobít, az éjszaka már megboríthat el. Szívembe legyen beszédem, hogy ne védkezze ellenem. Áldó kezek szeretem, szívem már nem tévedhet el. Nézd le rám, és vezess köszvényedet. Én most felkerek, dicsőséget, rajtam nagyon jó. Remek a szívem és álmodom, a csodáit látom. Tartom feltámad az Úr, és a sötétséget túl. Még nem láttam, keresem, de sehol nem találtam. A cengő
engem új dicséretet. Elvetted minden védkemet, utamra te nem még szeltünk. Istenem, élet folyt érted, Úr Jézus, megváltó szemesed, csodálnak téged. Úr Jézus, királyom, Istenem, élet folyt érted, nem váltó szerelmesen, csodálnak téged. Tudom szépen hasonló életem látom, és nem sehol nem találom. Az ennek úgy az életek, elvette minden létezet, a múltamra nem emlékszel többé.
Emeljük fel a hangunkat, önként adtál. Önként adtál. Halálból fölemeltettél. Halálból fölemeltettél. Életed lett nekünk a fény. Szolga király, szabadító, a mi aki eljött értünk, aki lehajolt, aki megtart, aki felemel, aki odaadtál mindent, aki lemondtál a gazdagságról és a dicsőségről, és szegény élettél értünk, hogy bennünket fölemeljél. Te vagy ez a király, és mi az egész életünkkel, és az egész örökké valóságban is téged akarunk dicsérni mindezért. A Jézus nevében. Amen. Minden dicsőség Jézusé. Amen. Amen. Milánkovics Dániel, Pintér Sárlott, Angyelik Jonatán, Girhíny Fanni, Kovács Dóri, Mike Mária, Zsoldos Péter, a Duany, és Szabó Nagy Attila. Szeretettel hívunk ide benneteket, és akkor ebbe a sorrendbe. És küldtél 7 darabdalt. Jó, akkor még egy versenyzőnk van, maradj itt. Verle Marietta! Mi jelentkezett, de nem sikerült jól kommunikálnunk. Oké, szóval, akkor azt ismeritek legalábbis, de újra elmondom, a technikus tesóktól fogunk kérni majd segítséget, szerintem biztos, hogy kell, hogy valaki legyen itt a színpad körül is. Tehát újra elmondanám a dalversenynek a dolgait, méghozzá azt, hogy nem az előadások fognak versenyezni, hanem a dalok. Ezért azt kérjük, hogy egy énekhanggal, egy hangszerrel, maximum 2 énekhang, maximum 2 hangszer, de inkább mindenből egy legyen, hogy a dalok meg tudjanak mutatkozni. Nem kell imádatba vezetni a gyülekezetet mindenáron, fél óráig ismételgetve a refrént, mert arra most nincsen idő és nincsen lehetőség, de ezt otthon nyugodtan megteheted majd. Itt viszont maximum 2 és 3 perc közötti időben kellene, hogy megszólaljanak a dalok, tehát hogy lehessen látni, érezni a refrént, a verszakot és mindenféle egyéb részét a dolognak. És akkor az első versenyzőt, Bencét szólítanám föl, nem tudom, gitárral leszel? Gitárral és mikrofonnal. Ákos bűvölni fogja itt neked a dolgot. Köszöntsük őt egy nagy tapssal. A dalnak az a címe, hogy Nincs rá szó.
Jó lesz, köszi. Hatalmas felség betöltik szívem, Istenem szerelme, te vagy mindenem, velem vagy minden percben, sosem hagynál el. Kegyelmed egy folyó, ki árad szívemben, örömöt forrásként törve, hatalmas erővel. Minden bűnt eltörölték, de nem lékezel meg, új ruhát adsz nekem. Nincs rá szó, mennyire vágyom jelenlétedre, nincs szó, milyen az, ha megérintesz, nincs rá szó. Mikor jelenléted átjár, s rá szó. Hatalmas fenséget betöltik a szívem, Istenem szeretem, te vagy mindenem, velem vagy minden percben, te sosem hagynál el. Nincs rá szó, mennyire vágyom jelenlétedre, nincs szó, milyen az, ha megérintesz, nincs rá szó, mikor jelenléted átjár, nincs rá szó. Nincs rá szó, mennyire várjom jelenlétedre, nincs szó, milyen az, ha megérintesz, nincs rá szó, mikor jelenléted átjár, nincs rá szó. Szent szellem, áradj rám, tölts be engem. Jöjj, Szent szellem, áradj rám. Jöjj, Szent szellem, áradj rám, használj engem. Jelenléted többet ér nekem, mindennél nincs rá szó. Mennyire vágyom jelenlétedre, milyen az, ha megérintesz, nincs rá szó, mikor jelenléted átjár, nincs rá szó. Nincs rá szó, mennyire vágyom jelenlétedre, milyen az, ha megérintesz, mikor jelenléted átjár, nincs rá szó. Nincs rá szó. Szkolics Bence! Hogyha sikerül lejönni, akkor arra bátorítunk, hogy itt foglalj helyet, itt a színpad előtt, most közel van hozzád a zsűri. Van nekik egy ilyen fantasztikus mikrofonjuk, amit egyszerűen továbbadhatnak egymásnak, és legalább kettőtöktől kérnék egy gyors reakciót. Szeretetteljes, kíméletlen reakcióra várok. Bence, 1, 2, 3. Bence, nekem nagyon tetszett a dal. Összefoglalva a gondolataimat,
egy igazi dicsőítő dal. Van felépítése, nagyon tetszik, ahogyan elindultál szívedből, aztán a forrásba, és utána az érzéseidet kifejezted a refrénbe. És kifejezetten jól elereszted a hangodat, jól kiereszted a hangodat, úgyhogy csak hajrá! Gratulálok én is, és az is jó volt, hogy először léptél színpadra, így a dalversenybe, és azért így elsőre. Azért ez nagy teljesítmény, igen. És azért az is látszik, hogy van gyakorlatod, bár igaz, hogy nem az előadói dolgokat nézünk most, hanem a dal, de azért jó volt látni, hogy nem ijedsz meg a színpadon. Tetszett a dal. Az az érdekes, hogy nem régen én is írtam egy dalt, aminek az a címe, hogy nincsen hozzád hasonló, és most te meg arról énekelsz, hogy nincs rá szó, szóval szent szellemi hasonló dolgokat az elő. Én is szeretnék nagyon pozitívan, elismerően nyilatkozni erről a dalról. Szerintem a jó dalokban van egy központi gondolat, ami benne marad az ember fülébe, hogyha végighallja, és ebben a dalban szerintem különlegesen jó, hogy ez a nincs rá szó, ez újra és újra ismétlődik. Szerintem nagyon jó, hogy a refrénben minden sort ezzel kezdtél, tehát nagyon fülbemászó az üzenete ennek a dalnak. És a jó dalok azok egyszerűek és fülbemászóak. Szerintem ez a dal egy nagyon jó dal. Az is tetszik, hogy noha egyszerű a felépítése, de mégse sematikus, nem ilyen négy soros strófák vannak, hanem például az első, második verzében egyszerűen elhagyod a negyedik sort, hanem úgy csak az akkordfűzés megy tovább, ettől olyan különleges, kicsit egyedi szerintem a dal. És bárhova bele kellene nyúlni, nem tudnék most olyan helyet mondani, ahova bele kéne nyúlni, esetleg valamit változtatni, mert annyira jó megvan szerkesztve, és prozódiailag is szerintem tökéletes. Köszönjük szépen! És akkor a következő versenyzőt szólítanám, Seres Ildikót. Adjunk egy nagy tapsot Istennek érte. A dalnak a címe, köszönöm. Nem vagyok az idei dalverseny szervezésének a csúcspontján, ezért még elfelejtettük a ilyen közönség szavazó lapokat elkészíteni. Ezért nagyon kérlek benneteket, próbáljátok megjegyezni, hogy Kalics Bence, nincs rá szó, Seres Ildikó, köszönöm, és mindjárt jönnek majd a papírkák, és akkor fölirogathatjátok majd rá. Úgyhogy majd utána várjuk a közönségszavazatokat, azok is bele tudnak szólni a sorrendbe, a végső sorrendbe, úgyhogy lehet meg a SMS számot mondanám, 0690. Tehát akkor Seres Ildikó, köszönöm című dala. Egyébként nekem tetszett az előző dal. Én a többit még nem hallottam, de eddig erre szavazok. És egyébként szerintem én szeretnék kérni a versenyzőtársaimnak egy tapsot, mert azért nem olyan könnyű ám ide feljönni ennyi ember elé. Ez tényleg. Ja, és az én dalomban konkrétan elhangzik az, hogy nincs hozzád hasonló. Akkor elkezdem. Köszönöm, hogy értem éltél, köszönöm, hogy értem szenvedtél, köszönöm, hogy értem haltál, véreddel életet adtál. Jézus, nincs hozzád fogható, szívemet érintsd meg, Jézus, nincs hozzád hasonló. Jézus, a szívemet hódítsd, a szívemet gyógyítsd meg, Jézus. Köszönöm, hogy értem éltél, köszönöm, hogy értem szenvedtél,
nincs hozzád hasonló. Jézus, a szívemet hódítsd, a szívemet gyógyítsd meg, Jézus. Semmi nem választ már el, a kereszten végezted el, és szívem újra itt feláll. Köszönöm, hogy értem éltél, köszönöm, hogy értem szenvedtél, köszönöm, hogy értem haltál, véreddel életet adtál. Jézus, nincs hozzád fogható, Jézus, a szívemet érintsd meg, Jézus, nincs hozzád. Köszönjük szépen, Seres Ildikó! Téged is várunk ide sok-sok szeretettel, és akkor Folk Iván az első véleményadó. Szóval nekem meghódította a szívemet a dal. Rendkívül szeretem, amikor egy dal érdekes, ez egy érdekes dal. Egy picit alacsonyan énekelted az első sor, de azért kiderül, hogy nagyon izgalmas, szép dalama van. Rendkívül izgalmas ritmusvilága van a dalnak. A refrénben is ez a szívemet hódítsd meg, szívemet gyógyítsd meg, ez a toldás aranyatér, úgyhogy rendkívül, nekem nagyon-nagyon tetszett a dal, és én 5-öst adok. Nekem is nagyon tetszett, bár én már hallottam ezt a dalt, mert Ildikó jár a gitárkurzusra, és megkértem őt, hogy énekelje el tegnap, és megfogadtad a tanácsaimat, és a dinamikai dolgok is egész jól a helyükre kerültek, és tényleg nagyon eredeti ez a Jézus ismétlés, és a Bridge-nek ezek a jó rímei, és eredeti a szövege, szóval nem egy ilyen átlagos. Gratulálok! Ennyi, köszönjük szépen, gratulálunk, és akkor újra ismételem, hogy Kalics Bencét hallottuk először, nincs rá szóval, Seres Ildikónak pedig a Köszönöm című dala volt, és a rendező feliratú pólós testvérek azt mondták, hogy elkezdik osztogatni a papírkákat, ott János ott oldal. Aki szeretne szavazni, azok a versenyzők, majd ők nem szavaznak magukra, hagyjad őket. Úgyhogy kérjetek majd ilyen papírkákat, és akkor írjátok le a sorrendet, akit ti, hogy kit gondoltok elsőnek, másodiknak, harmadiknak. Szerintem az első három helyezett neve a fontos, a többi ez már úgyis egy másik kérdés. Szóval a következő versenyzőt szólítom, Milankovics Dániel, eljött ő című dalával. Fogadjátok őt sok-sok szeretettel. Eljött ő, a megmentő, Isten fia a földre jött. Megmutatta a végtelent nekem. Sokáig éltem egyedül,
nyomtam a gázt végtelenül. Szaladtam, mert mindig valaki várt. Az életem már teljesen romokban állt. Éreztem, hogy nem ennyiről szól. Az élet talán örökké való. Kevés volna, úgy gondolom tán, semmit hagyni önmagunk után. Eljött ő, megmentő, Isten fia a földre jött. Megmutattam a védtelent nekem. Ezért dicsérlek téged, Istenem, hűséges mesterem, te nem hagysz el kegyelmem végtelen. Ha mindenki elhagyna engem, de akkor is itt vagy mellettem. Az életem terhe a földbeprése, a segítsége, de sosem késel. Nem azt nézed, hogy mit tettem, nem törsz pálcát felettem. Téged csak az érdekel, a szívemet kinek adtam el. Eljött ő, megmentő, Isten fia földre jött. Megmutatta a védtelen nekem. Ezért dicsérlek téged, Istenem, hűséges mesterem. Nem hagysz el kegyelmed védtelen. Eljött ő, megmentő, Isten fia a földre jött. Megmutatta védtelen nekem. Ezért dicsérlek téged, Istenem, hűséges mesterem. Nem hagysz el kegyelmed végtelen. Milankovics Dániel! Halleluja! Eléggé én voltam az ügyetlen, mert Daninak már mondhattam volna hamarabb, hogy menjen föl. Következő versenyző lesz majd Pintér Charlotte, úgyhogy Lotti, bátorítom, hogy kússzál föl a színpadra, majd befoglak téged konferálni is. Megünneplünk, hogy ott vagy, de addig húszál fel a színpadra is, Ákosék segítenek neked. És akkor a zsűri, Horváth Balázs. Nagyon-nagyon tetszett a dal. Műfajilag, ha be kéne sorolni, akkor a dicsőítő dal és az evangelizációs műfaj egészséges és különleges keverékét hallottuk. Ahogy így a szöveget nézem, meg hallottuk, gyakorlatilag Isten is meg van benne szólítva, de egyfajta bizonságtétel is. Úgyhogy szerintem ez a dal nagyon jól használható, akár gyülekezetben, de az utcán is, vagy bárhol evangelizációban. A megfogalmazásaid azok nagyon-nagyon eredetiek, nagyon jó, hogy nem az a 20-25 szó szerepel benne, amit a dicsőítő dalokban megszoktunk, hanem nagyon-nagyon egészséges, zaftos, eredeti, autentikus szóhasználatok, szófordulatokat véltem itt felfedezni, és nagyon jó rímek is vannak benne. Tehát kifejezetten izgalmas, és élvezet volt hallgatni. Ahogy előadtad, az is nagyon-nagyon inspiráló volt. Gratulálok! Én is gratulálok, eddig csak a jó pólóidról ismertelek, de most megmutattad egy másik arcodat. Úgy érzem, hogy tényleg beérett az előadói kvalitásod is, meg a dal is nagyon szuper volt. Én is kiemelném a rímeket, mert nagyon természetes, eredeti rímek vannak benne. Nagyon jók a harmónia, felépítések. Szóval tényleg gratulálok én is. Még egy gondolat, hogy amit éreztem, ahogy énekelti, hogy az első szeretetnek a tűze az átjött ezen a dalon. És ez nagyon-nagyon jó. Még csak annyit talán, hogy ez az én stílusom teljes egészében. Még az, igen, az én akkordaimat is látom benne. Nagyon tetszik tényleg.
hasonló szöveggel és dallal írunk mi is dalokat a zenekarból, úgyhogy tényleg ilyen szempontból közel áll hozzánk ez az, ahogyan Balázs is megfogalmazta, ez az evangelizáció dicsőítő, határát feszegető szöveg, mindenhol megállja a helyét, nagyon tetszik. Gratulálunk, köszönjük szépen! Én is pont erre gondoltam, hogy itt van a Teó dala, biztos fog énekelni. És akkor most következik Pinté Charlotte, köszöntsük őt nagy tapsal! És akkor Lotti, tiéd a hely. Minden nem ott van, a két kezében.
azt hiszem, végre megtaláltam azt, aki nekem kell, azt, aki sohasem felejtett. Pintér és Charlotte, Örökön örökké című dalát hallottuk. Közben arra kérem Jonatánt, hogy induljon el, Angyelik Jonatán is készülj föl, és akkor a zsűrit hallgatjuk Lottival kapcsolatosan. Nekem nagyon-nagyon tetszett a dalod, Lotti, hát izgultál, azt láttam azért. Nem olyan könnyű egy közismert híres dalszerző lányoként dalolni, de a vér az nem válik vízzé, úgyhogy azért valami érkezett a puttól is a csomagba. Nekem nagyon sok, a szövegben is volt több olyan fordulat, ami nagyon tetszett, és ez az ereszkedő dallama a verszakban nagyon megérintett. Ilyen sorok például, mint hogy talán még emberibb is lettem, szóval hogy ezt bevállalod, ez már mutatja, hogy ez komoly. És szépen megemelkedett a refrén. Talán ott egyetlen egy szó van, amin törném a fejem, ez a kárhoztat. Az az egyetlen gyenge pontja szerintem, hogy prozódiailag nehéz azt úgy jól oda tenni, de szerintem ezt te is érzed. Viszont szép volt a refrénnek a vége nagyon, ahogy letetted először, és utána az ismétlésekben megvariáltad. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon remek szívbe markódó dal, nagyon szép szerintem. Én szívesen énekelném. Szeretnék én is gratulálni. Nekem a dalból az jött át így elsőre, hogy ez tényleg egy átélésed volt, és nem egy ilyen összeraktál valamilyen keresztény fordulatokat. És úgy abba gondoltam bele, miközben énekelted, hogy egy keresztény szolgáló családban sokszor nem könnyű. És hogy szükséged volt arra, hogy az Úr így meglátogasson, amiről énekeltél. És szóval nekem úgy átjött, úgy érzem az, ami a szívedben volt, és ezt nagyon jól meg tudtad fogalmazni a dalba. Szóval én így nem is a dalnak a szövegét, meg a részleteit néztem, csak azt, hogy hú, ez most mennyire őszintén énekled. Nagyon jó, gratulálok! Érdekesek a különböző dicsőítő dalok, és ez is dicsőítő dal, még hogyha nem is tudnám, esetleg úgy kell elképzelni, hogy egy egész stadion énekli azt, hogy a szobámba jött, mert ez egy személyes bizonság. De ettől függetlenül nagyon tetszik a dal, és az egész intimitása a dalnak. Tehát egy ilyen meghitt, személyes evangelizáción szerintem megtértem volna rá újra. Még csak annyit akartam mondani, hogy szóval egyáltalán nem éreztem azt, hogy ez az apádnak egy utánérzése lenne, tehát ez Charlotte, ez a dal, és ennek nagyon örültem. Nyilván hat rád ő is, meg mások is, de szóval bátran vállalt fel, aki te vagy, és ez klassz. Szuper, gratulálunk! Tehát Pintér Lottit, Charlotte-ot hallottuk. Van-e olyan, akihez nem jutott még ilyen papírka, és szeretne kapni? Igen, azt mondták, hogy ott fölül nem jutott, igen. Megitt oldalt nem jutott, akkor próbálunk majd menet közben osztogatni. És akkor a következő versenyzőnk Angyelik Jonatán, Tiéd legyek című dallal, fogadjátok szeretettel! Szomjazom élő vizedre, kiszáradt bensőm teljesen, tölts most fel a szellemedet. Uram, éhezem élő beszél, legyengült lényem egészen
erősíts meg igényed. Te vagy életem éltető szerelme, szívemnek reménysége. Vágyom hozzád, még közelebb tiéd legyek Angyelik Jonatán! Én Feliszt ilyen magasan még sose hallottam énekelni, az tuti. És akkor nézzük, nézzük a zsűri véleményét. Ott van egy szabad mikrofon. És közben pedig sugnám, hogy Girhiny Fanni készüljön föl a színpadon. Hát ez egy bitang jó dal. Mondjuk én nagyon szeretem a Jonatán dalait, úgyhogy... Hát azt írtam föl, hogy ez egy forró dal, szóval egy szívba markoló forró ének. Szép, nagyon szép akkordvezetéssel, érdekes harmonizációval, egyszerű, de tiszta, jól énekelhető szöveggel, úgyhogy én gratulálok, nekem bejött. Nekem is a zenei világa, illetve az akkordvilága nagyon izgalmasnak tűnt, főleg, hogy az első-második verzében volt valami kis csavar, és a második verzében bejöttek egészen izgalmas hangzások. Először azt hittem, hogy valami diszonancia van, de aztán amikor másodszor is énekelted, akkor már megszerettem. Hát szokatlan volt, váratlan, és ettől volt izgalmas számomra, hogy különleges zenei világ volt, vagy volt hallható. És tetszenek a háromsoros strófák, hogy nem az a hagyományos négysoros megszokott strófa szerkezete van, hanem ez a háromsoros strófa, ez ettől is egyedi szerintem.
gratulálok. Én nekem is nagyon-nagyon tetszett ez a dal. Meg hát az előadás is nagyon szívbemarkoló volt. Hálás vagyok Istennek, érted, hogy ilyen nagyszerűen használ. Szeretem a dalaidat, egy színfolt vagy köztünk, gratulálok. És akkor már is folytatjuk. Gérhíny Fanni a színpadon, a dalnak a címe az, hogy Nem taszítasz el. Nincs más, kit úgy szeretnék, mint téged. Csak téged, Jézus. Csak téged, Jézus. Csak téged, Jézus. Taszítasz el magadtól sohasem, mert szeretsz engem, szeretsz engem, te szeretsz engem, te nem taszítasz el, soha nem taszítasz el. Te nem taszítasz el engem, Uram. Te nem taszítasz el, soha nem taszítasz el. Te nem taszítasz el engem, Uram. Nem taszítasz el, te nem taszítasz el. Soha nem taszítasz el. Te nem taszítasz el engem, Uram. Te nem taszítasz el, soha nem taszítasz el. Te nem taszítasz el engem, Uram. Gérhíny Fannit hallottuk. Gratulálunk neki. És akkor várunk téged is ide le, közben Kovács Dórit szeretném kérni, hogy készüljön hozzá, és ha Fanni helyet foglalt, akkor pedig a zsűritől kérjük a véleményt. Gratulálunk a dalhoz. Nekem az az ige járt a fejembe, miközben énekelted, hogy az Úr semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és a dalnak a szövege nagyon erőteljesen kifejezi azt, hogy valóban Krisztusban vagy, ő nem taszít el téged. Szóval ez is egy személyes átélés lehetett, amit itt megfogalmaztál. A dallam vezetésében talán lehetett volna egy kicsit érdekesebb, hogyha a vers, a refrént följebb viszed, kicsit egy pár hang közben mozgott az ének, talán ebben lehetett volna jobbítani a dal, de amúgy gratulálok, köszönöm. Nekem úgy tűnt, hogy ez egy nagyon személyes dal, és vannak olyan dalok, amiket az ember egy dicsőítés közben kap, de talán nem annyira kiforrottak, vagy mert nem annyira tökéletesek, és szerintem ez a dal is olyan. Tehát sok szépséget tartalmaz meg értéket, de talán vagy kéne még tovább csiszolnod, vagy pedig ezt meghagyni ezen, tehát meghagyni ebbe a személyes, intim környezetbe, amiben született. Nekem is van egy csomó olyan dalom, amit soha senkinek nem énekel kell,
mert nem arra van. Ez szerintem, ez néha rajtad is áll, hogy érzed, hogy ez most egy többiek felé szóló dal, vagy inkább személyes. De gratulálok, mert a szíved viszont benne van. És az biztos, hogy az Úr téged nem fog eltaszítani. Gratulálunk, köszönjük szépen. Girhiny Fannit hallottuk a Nem taszít az el című dallal, hogyha valaki edzetelni akar. Most pedig Kovács Dóri következik, Vártalak Uram című dallal. Fogadjátok szeretek. És Lilla szeretek. Zongoristán. Köszönjük szépen! Kovács Dórit hallottuk! Helyet foglalsz, zsűri elkészül. Mike Máriát kérném szépen, Marikát, hogy készülj föl odafönt a színpadon, és akkor a zsűri véleményét várjuk sok szeretettel. Szeretnék gratulálni neked, Dóri. Nagyon kedves ez a szabad kézzel írt szöveg, amin különféle virágocskák és egyebek is szerepelnek, amik jól kifejezik a lelkednek a színességét. Bár lehet, hogy nem te írtad le, de nagyon, nagyon kedves tőled. Szerintem ez a dal is az előzőhöz hasonlóan az Úrral való személyes kapcsolatodról beszél. Tehát úgy tudom elképzelni, hogy leülsz otthon gitározni, és elkezdesz 4 akkordot játszani, és azt játszod egy fél órán keresztül, és ami a szívedben van, azt egyszerűen kiénekled magadból, és ettől ez a dal nagyon-nagyon személyes. Vagy műfajilag szerintem az előzőhöz hasonlóan ez egy ilyen dal, ami egy nagyon intim, az Úrral való személyes közösségedről szól, és ezért nagyon őszinte és nagyon hiteles. Úgyhogy a lelkülete szempontjából nagyon-nagyon értékesnek éreztem. Egy-két helyen a prozódiailag talán egy kicsit túl sok szótag volt belepasszírozva néhány, talán egyetlen egy helyen volt benne egy kis túlbonyolítása a szövegnek, de a szíved átjött rajta, úgyhogy nekem tetszett, és gratulálok hozzá. Igen, én is gratulálok. Egyetértek Balázzsal, amit elmondott, én is így gondolom. És tényleg szerintem csiszoljál még egy kicsit ezen a dalon, szóval a nemzedékről nemzedékre ezt ki kéne javítani, mert az ott túl sok
a szótag, meg én szerintem, hogyha elkezded egyes szám első személybe, akkor szerintem a vége is abban legyen. Vagy ez direkt? Elrontottad? Igen, azért, mert itt a szöveg az úgy van írva, de máshogy ének. Akkor jó, akkor végül is az oké. Jó, gratulálok. Igen, én is azt gondolom, hogy még csiszolhatsz rajta. Például a szerkezet, tehát a versszak, refrén, beakad a dal. Tehát ott vannak ilyen lebegő dolgok, tehát megáll, de nem kéne megállnia. Tehát ezen kéne molyolni még, hogy lehet jól összeilleszteni a részeket egymáshoz, szerintem. Viszont nagyon jól énekelsz, és nagyon erőteljes, és nekem nagyon tetszett, hogy énekelsz. Tehát, úgyhogy dolgozz ezen, tehát ne add fel, gyerünk előre, és írjál dalokat. Vállald fel a te saját szövegeidet, szerintem van még ott belül gondolat ott a szívben. Tudom, csak mondom, hogy nyugodtan legyél szabad arra, hogy te is átgondolva, átfogalmazva a saját gondolataidat Isten igéje alapján megfogalmazd. Oké? Úgyhogy gratula! És akkor a színpadon köszöntjük Mike Máriát, aki Szent az Úr című dallal van közöttünk. Mike Mária volt a színpadon Szent az Úr című dalával. Gyere Marika, foglalj itt helyet, a zsűri mindjárt mondja a véleményét, és a versenyzők Doha Ennyét, Zsoldos Pétert kérném szépen, hogy keressen magának valami olyan szerszámot, amin játszani tud. És akkor a zsűri, Durkó Teofil kezdi. Köszönjük szépen ezt a dalt. Nem az én stílusom, de elvarázsolt.
Hát egy kicsit egy ilyen Amazing Grace feelingem volt az egész dallal kapcsolatosan, és miközben hallgattam a lelkemet, meg ugye az egész ugye elvarázsolt, és azt tudom mondani, nekem bejött ez a dal egyébként, mindentől függetlenül. Tetszettek azok a dallamvezetések, amiket nem vártam volna. Tehát, hogy még megcsavartad, fölmentél, ott még lementél, és úgy érkeztél meg. Tetszett, hogy egy ilyen frazírosan oldottál meg dolgokat. Attól függetlenül, hogy az eleje egy kicsit bonyolultabb volt, a refrén megérkezett egy ilyen nyugodtságos egyszerűség üzenet, hogy szent-szent az Úr. Tetszett. Szeretnék gratulálni a dalhoz, nagyon szép imádó ének. Tetszett az, hogy a refrén egy kicsit jobban megemelkedik, és tényleg kibontja a mondani valót. Én egyetlen egy dolgot változtatnék, ez a téged megillető ének, nem tudom, ez egy kicsit furcsa volt ott nekem, lehet, hogy ez csak az én heppem, csak olyan furcsa volt az a szó ott, de amúgy tetszett az egész dal. Köszönöm. Nekem nem zavart a téged megillető ének. Tudom, hogy szokatlan, de kifejez valamit, ami nagyon érdekes. Hát engem az imádó szíved ragadott meg, ahogy énekelted ezt a dalt, úgyhogy szóval ebben ez nagyon erőteljes, és ez a dalon nagyon-nagyon átjön. Én ezt éreztem. Meg közben hát ilyen hangszerelési ötleteim támadtak, hogy hallgattam a dalodat, hogy mondjuk én inkább ilyen folkosan hangszerelném meg a dalt, nem tudom, te hogy képzelted el, nem ivánosan, hanem olyan népzenés gondolataim támadtak közben. Szóval nekem nagyon tetszett. Köszönjük. És akkor a következő versenyzőnk már a színpadon. Zsoldos Péter, mester urat fogadjátok szeretettel, aki most kivételesen gitáron és nem billentyűs hangszeren van, mert ahhoz is nagyon ért. És a dal címe Nekem Jézus az igazi barátom. Voltak nékem barátaim, s vannak olyan rokonaim, akikről én mindig azt hittem, szívből szeretnek engem. De kiderült az igazság, hogy ez csak egy jó nagy képmutatás, és hogy hol van a rokonság, és hogy kicsoda az igaz barátom. Nekem Jézus az igaz barátom, térip, téridin, és most már belátom, térip, téridin, hogy mindaz, amit ő szól, az a tisztas, igaz evangélium, melyet lehet akár tiltani, vagy lehet vele bármit csinálni, de egyet azt nem lehet, bilincsbe verni. Da-da-dum. Voltak nékem barátaim, s vannak olyan rokonaim, akikről én mindig azt hittem, szívből szeretnek engem. Da-da-dum. De kiderült az igazság, hogy ez csak egy jó nagy képmutatás, és hogy hol van a rokonság, és hogy kicsoda az igaz barát. Nekem Jézus az igaz barátom, tírip, tíririm, és most már belátom, tírip, tíririm, hogy mindaz, amit ő szól, az a tisztas, igaz evangélium, melyet lehet akár tiltani, lehet vele bármit csinálni, de egyet azt nem lehet bilincsbe venni. Yeah! Zsoldos Péter! Hálásak vagyunk, hogy ezt elénekelted nekünk. Közben én is bénáztam ebben a dologban.
tehát Verne Mariettának a következő szövegét osztom ki, és Mariettát megkérem, hogy keressen magának valamit a színpadon, ami segít a dal megszólaltatásához, és a zsűrit pedig kérem, hogy értékelje doktor úrnak ezt a művét. Péter, gratulálunk a dalhoz, és nagyon jó vidámságot és örömet hozott ez a dal most. Hát az is biztos, hogy ez nem egy dicsőítő dal, amit a gyülekezetben fogunk énekelni, tényleg inkább egy ilyen evangelizációs. Nekem egy ilyen kocsma jelenet jutott az eszembe, ahogy ott ülsz, és ott ugye elénekled, és így leesik az állam mindenkinek, és azt mondja, hogy tényleg engem is elhagytak már, de talán megpróbálom Jézussal. Szóval... Na, igen, szóval akkor rátapintottam. De gratulálok, nagyon, nagyon jó, tetszett. Minden évben szóba jön a blues, amikor valami kurzuson tanítok. Na most végre egy bluesos dalt is hallottunk, mert nem olyan sok van a magyar énekek között. Egyébként ez a kocsma dolog, ez is szóba jött valamelyik kurzuson, hogy be is mutattam egy videoklippet, hogy kivitték a kocsmába a dalt, és ott énekelték el abba, hát pubba igazából. Tehát, és nagyon, nekem nagyon tetszett, ez egy pont egy ilyen dal, ami így kifele is szól. Tehát egyszerűen, na vagány volt, jó volt. Köszönjük. Köszönjük a zsűrinek, és akkor Verlem Mariettát köszöntjük a színpadon, aki Szent Szellem Jöjj című dalával versenyzik. Thank you.
Perle Mariettát hallottuk. Köszönjük szépen, és Szabó Nagy Attilát szeretném kérni, hogy közben készüljön föl, nyugodtan foglalj helyet, és a zsűri véleményét várjuk áhítattal. Gratulálunk, nagyon örülök, hogy végül is megengedte Péter, hogy fellép, mert nem jelentkeztél, csak az utolsó pillanatban. Elkeveredett? Szuper, na szóval ez nagy, szegényebb lett volna a dalverseny, ha ez nem hangzik el. Ahogy énekelted nekem, egy kicsit ilyen musicales volt, ugye? Nem tudom, hallgattál musicalt az életedben? Nem. De teljesen olyan, nekem a macskák betét van, teljesen, nem ismered. Na, de most ez nem rossz érdelemben mondom, szerintem nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és nagyon tetszett, ahogy beindult a verszaknál az egész, hogy ilyen gyorsan, és ugye elmondtál nagyon sok mindent, szóval nagyon mély volt a szöveg, nagyon érzelmes volt az eleje. Szuper, nagyon tetszett. Gratulálok. Tényleg teljesen musicales dallamvilága van a dalnak, és majdnem becsuktam a szemem, és így láttam, ahogy a színpadon itt ezek a közben a szobák nyílnak meg, itt a lelkeknek a szobái, és feltárjuk az összes szobát, tehát teljesen tényleg elvarázsolt a dal. Nagyon jó volt, tényleg. Egy színfolt volt a ma délutánban. Köszönjük. Hát én nem találtam musicalesnek a dal, de én elég kevés musicalt hallgatok, úgyhogy ez lehet az oka. Sem macskásnak, bár a macskákat azért ismerem, meg kutyásnak se. Szóval nem tudom, nagyon-nagyon, hát feltártad teljesen a szívedet ebbe a dalba, az nekem nagyon tetszett. Egyébként nagyon szépen tisztán énekelsz, hozzáteszem, nem akárhogy. És én ebben egy nagyon komoly, szóval nagyon nagy mélységet találtam ebbe a dalba, ami nem hétköznapi, ez nem terem minden bokorba, csak úgy. Szóval gratulálok hozzá. A szövegben rengeteg gondolat van. Itt a Balázs kérdezte, hogy mit szólok ahhoz, hogy Zeg Zugát, nekem az is tetszik. Egy-két dolog talán, amit én nem tennék már bele a dalba, ilyen Károli fordulatok például, hogy igédnek tiszta hangjait. Tehát ez már kikopott a magyar nyelvből, tehát inkább igéd tiszta hangjait énekelnék. Vagy tehát, hogy nem igédnek tiszta, ez körülményes, hanem igéd tiszta hangjait. De, vagy a bensőm helyett lelkemet énekeltél, ez gondolom szándékos volt, vagy véletlen? Fölcserélted. Oké. Okay. Jó. Hát ez a benső is olyan szó, amin lehet vitatkozni. Nekem a belső részek jutnak eszembe mindig, tehát a szervek. De azt is meg lehet. És talán a végén ott egy dream nagyon jó lenne a harmadik sorba. Ebben a rólad szól majd minden percen, mosoly ébred arcomon. Szereteted megvigasztal, hála fakad lábam nyomán. Tehát ez egy picit ott lóg a levegőben, ilyen rím szempontjából. De ha teljesen így hagyod a dalt, akkor is azt mondom, hogy szuper, mert... Igen. Úgyhogy én gratulálok neked ehhez. Nagyon klassz. Örülök, hogy hallottam. Kár lett volna, nem hallom. Gratulálunk, tehát Verne Mariettát Szent Szellem Jöjj című dalával hallottuk, és a mai dalverseny befejező műsorszáma a versenyzője Szabó Nagy Attila, digitális segítséget hívott segítségül a dalának a megszólaltatásához. A dalának címe Borzongás. Ez egy kicsit más, mint ami eddig volt, úgyhogy fogadjátok nyitottan. Küldjük meg! Mindent megér, a szellemet a szívemhez ér. Ez az a különös borzongás, amitől érzem, hogy minden más. És te tudom, hogy bennem élsz.
te vagy a fény, ha beborul, te vagy az árnyék, ha éget a nap, eligazítod a szálakat, féltőn vigyázod lábamat, és te tudom, hogy bennem élsz. Mindent, hogy megmenekíts, szeretetednél nincs nagyobb kincs. Nem sajnáltál miattam semmit, ki más tenne értem még ennyit, és te tudom, hogy bennem élsz. Szegények lettünk volna, ha ezt nem halljuk. Na, én mind a négy zsűri tagnak a véleményére kíváncsi vagyok. Köszönjük a stílust. Stílus és szenvedély. Igen, Hajós András fogalmazta meg az egyik daljában, hogy ugye olyan legyen a dallam, hogy a falu szélig birkák is dúdolják majd. Hát ez körülbelül ilyen, ettől lesz jó, hogy egy mai sláger ezzel akarta kifejezni, úgyhogy ez már megvan a jó slágerhez, úgyhogy gratulálok. Első pont. Azt éreztem, hogy egy kicsit szövegben, meg úgy temperamentumban elviselte volna, hogyha egy kicsit gyorsabb a dal, kicsit visszahúzott így a szöveg néha, tehát nyugodtan gyorsíts rajta még egy 10 BPM-et, és akkor jó lesz. Akkor utoléred magad vele. Nekem a szövegem, vagy, illetve csak a címmel borzongás, tehát ezt nem tudom, valaki megtanította nekem, hogy pozitív dolgokat negatív szóval nem nagyon fejezünk ki. Tehát ez a iszonyatosan, meg szörnyen jól érzem magam, tehát ez egy kicsit ilyen visszás, de egyébként le a kalappal a rímekkel, meg ahogyan az egészet előadtad, úgyhogy hajrá! Nekem is tetszett a dal, gratulálok. Az jutott eszembe, hogy az urat tényleg mindenféle dallal lehet dicsőíteni, meg mindenfajta stílust föl lehet használni, és szeretnének bátorítani, hogy menjél tovább ebben a stílusba. Eszembe jut egy régi történet, hogy segítettem egy keresztény lemezboltba, és árultunk keresztény metalzenét is. Bejött egy sátánista lány, beraktam neki egy keresztény metalzenét, és így hallgatta, és azt mondta, hogy milyen békesség árad ebből a felvételből.
és így végigfutott rajtam, hogy hát hány lelki pásztor jött volna be, és mondta volna, hogy azonnal kapcsoljam ki ezt a számot. De mégis azoknak az embereknek, akiknek ez a nyelvük, megérint őket az Úr, és szeretnének bátorítani, hogy csinál tovább. Nagyon jó. Én a tavalyi dalodra is emlékszem, Attila, az is nagyon kilógott a sorból, és ez olyan jó, hogy te alapvetően kilógsz a sorból. Tehát egy különleges színfolt vagy Krisztus testében, és jó, hogy itt vagy. Nagyon hiányoznál, hogyha nem lennél. És a dalnak a címe is, mivel te írtad, ezért számomra nem ellentmondásos. Tehát ez a szent borzongás, ez engem, nekem ez nagyon olyan vidám, olyan különleges. De az, tőled így, Attila, szerintem ez teljesen illik a te szellemiségedhez. Úgyhogy nagyon jól átjött a karaktered ezen a dalon, és az is jól érzékelhető volt, hogy nem csak szöveggel lehet hatással lenni a hallgatóságra, hanem lehet egy dallam is ihletet, anélkül, hogy lenne szövege. Dávid csak lantot pengetett, és Saulból kiment a gonosz lélek. Ezt gyakran a gyülekezetben nem használjuk ki, hogy néha egy ihletett dallamon keresztül is tud Isten szólni. Ez lehet, hogy egy kicsi slágergyanús dallam volt, de a dalhoz nagyon jól illett, és nem is volt szövege, és mégis nagyon jól átjött szerintem. Igazán ez volt a dalnak az egyik legkarakteresebb része. Maga az a dallam, aminek nem volt szövege, és mégis nagyon-nagyon fülbemászó volt. Én is úgy éreztem, hogy a szöveg lassú, tehát kicsit vontatottan kellett mondanod, tehát igazán a jó szöveg az az, amit gördülékenyen, a zenével teljesen harmonikusan lehet mondani. Látszott, hogy erőködnöd kellett, hogy lelassítsad magad, tehát sokkal több szöveg belefért volna ebbe a zenébe. De egyébként az egész úgy teljesen egybe volt stílusban. A szövegen lehetne még csiszolni talán. Hát én mindent szeretek, amit az Attila csinál, úgyhogy ez a, bár nem, én nem nagyon írtam még ilyen jellegű dalt, mint ez, de nagyon szeretem az Attilának a bevállalós, kezdeményező hozzáállását. Ez a riff, ez a ráadásul öt ütemes volt, tehát forgott a periódusa, az is adott egy érdekességet, nem egy hagyományos ilyen UV-színű zene volt. Viszont én már hallottam tőled jobb szövegeket is, Attila, nem is egyet. Nem azt mondom, hogy ez rossz, csak én tudom, hogy ennél sokkal jobbakat tudsz írni. Tehát szerintem ehhez a zenéhez, főleg ez a bekiabálós, ilyen kikiabálós stílusban, ott egy sokkal több fricskát, sokkal több ilyen geget, nem tudom, ötletet bele tudnál tenni vastagon, tehát van ott a tárházban még bőven. Ez az én meglátásom. De egyébként úgy, ahogy van, működött. Köszönjük. Köszönjük szépen, gratulálunk. Ezt a dallamot biztos nem fogjuk elfelejteni. Még egyszer felsorolnám azokat, akik ma itt voltak közöttünk. Klajcs Bencének Nincs rá szó című dalával kezdtünk. Aztán Seres Ildikó Köszönöm című dala volt. Milánkovics Dánielnek Eljött ő című dala. Pintér Sárlott Örökkön örökké, Angyalik Jonatán Tiéd legyek, Girhiny Fanni Nem taszítasz el, Kovács Dóri Vártalak Uram, Mike Mária Szent az Úr, Zsoldos Péter Nekem Jézus az igazi barátom, Verle Marietta Szent Szellem jöjj, és Szabó Nagy Attila Borzongás című dalát hallottátok. Adjunk egy nagy tapsot mindannyiukért Jézusnak. És nagyon szépen köszönjük a zsűrinek az értékeléseit. Most akkor rátok vár egy nagyon fontos feladat, hogy kitaláljátok, hogy ki legyen az első három helyezett. És ezt kérnénk a közönségtől is, hogy találjátok ki. És az első három helyezett, általatok javasolt első három helyezett nevét írjátok rá azokra a kis papírkákra. És Józsit megkérjük, hogy valamelyik kosarat hozza ide előre. És most adakozhattok is benne, persze nyugodtan adakozzatok, de most akkor a szavazatokat dobjátok be, és az eredmény hirdetés az az esti alkalom része lesz. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, legyetek nagyon áldottak, este 7-kor folytatjuk.